kis magyar étterem Bécsben, nagy szívvel. A műsort támogatta az Ilona Stüberl étterem. Sziasztok, kedves hallgatóink! Üdvözlök mindenkit! Én Méreg Attila vagyok. A Rádió Orange 94.0-nak a stúdiójában. jelentkezek, és itt ül velem szembe Fürst Judit. Szia Judit, szép jó reggelt kívánok! Szia Attila! Köszönöm a meghívást, már nagyon kíváncsi vagyok az adásra. Én is, és hálazdják, van elég időnk, szóval át tudunk beszélni jó pár dolgot. Így menjünk is vissza az időbe oda, hogy ott van a friss diplomával rendelkező Judit, tolmács fordító diplomával. Mit látta, hogy merre akarsz elindulni, úgy, hogy végül 30 évesen kiukadtál az ORF-hez, hogy a kettő között mi történt a diplom és az ORF-hez eljutás között? Igazából nem volt tervem sose az ORF-be kerülni. Egyszerűen úgy adódott, különböző lépéseken keresztül mentem. Én úgy mondanám, amikor a diplomámat megszereztem, olasz, magyar, német szakon végeztem, volt kedvem kimenni Olaszországba, és akkor kerestem lehetőséget ott valami gyakorlatot végezni, és végül is a Vatikáni Rádióba jutottam el, ami ugye több nyelvű, és annak idején még egy picit másképp működött, mint most. Most van ez a Vatican News oldal, rádiós betétekkel úgy mondanám. Annak idején még tényleg megvoltak a szerkesztőségek, és akkor végeztem egy gyakorlatot a magyar nyelvű szerkesztőségben és a német ajkú szerkesztőségben. Körülbelül egy fél évet voltam kint, vagy egy szemesztert voltam kint Rómába, nyelvkurzussal együtt. Amikor a Vatikáni Rádiónál dolgoztam, akkor valahogy megtetszett a munka. Érdekesnek tartottam, és gondoltam, hogy lehet, hogy ebbe az irányba is kéne még valamit tennem, és mikor visszajöttem Bécsbe, akkor kerestem egy lehetőséget, hogy munka mellett, hol tudnám továbbképezni magamat és végül is megtaláltam a Katolische Medien Akadémiát, ami nagyon jó kurzusokat, ilyen szerkesztő kurzusokat ajánlott, és még mindig is ajánl, és azt elvégeztem két évig munka mellett, tehát tolmácsoltam egy kicsit, fordítottam egy kicsit, közben megszületett a fiam, az első gyerekem, és amellett azt elvégeztem, és valahogy az utolsó gyakorlat, amit ennek a képzésnek keretén belül kellett végezni, az az ORF-nél volt. Szóval igazából a gyakorlatból kerültem oda az ORF-ben. Annak idején ezt úgy hívták, fix külsős, tehát nem voltam alkalmazott, hanem fix külsős beszélünk arról is, hogy jelenleg milyen pozíciókban, milyen feladatköreid vannak, hogy ez a fix külsős munkakör és a mostani munkaköröd között mekkora különbség vannak, vagy hogy kihutottál oda, hogy végül te is fix munkatársa lettél az orf -nek. Igazából úgy van, hogy az ORF-nél nem mindenki fix külsősnek kezdi. Én igazából máshol is kezdtem, mint ott, ahol most dolgozom. Most ugye a vallásokkal és az etikával foglalkozó szakszerkesztőségben dolgozom. Annak idején én a híradóhoz kerültem, a TV híradóhoz, tehát a Zeitin Bildhez. Különböző reszortokban dolgoztam, főleg a külpolitikában. A hírügynökségek, amiket küldtek, képanyagot, azt dolgoztuk föl. Ritkábban mentünk forgatni, az is volt, vagy interjúkat készíteni, de főleg ezekkel a, a képekkel dolgoztunk. Tehát amit ezek a nemzetközi hírügynökségek, mint a Reuters, a CNN, vagy APTN, azokkal dolgoztunk. Igazából ott tíz évet töltöttem. Fix külsősként mindig rezgett a léc, hogy van-e munka, vagy milyen, itt milyen szerződéseket kaptál, ez így mennyire volt nehéz, vagy, vagy mennyire volt instabil az a időszaka a munkádnak? Meg kell mondanom, hogy, hogy stabilnak éreztem, mert ilyen szempontból az ORF nagyon jó munkaadó, mert fix munka az volt. De persze, hogy, hogy megkönnyebbül, és amikor az ember aztán megkapja a szerződést, is, igazából alkalmazott, akkor már sokkal biztosabban érzi magát az ember. És itt a vallást említetted a Vatikán-Róma kapcsán is, és most is ennek a szerkesztőségnek vagy a tagja, hogy neked a vallás mit jelent? Én egy nagyon vallásos családban nőttem föl. Most a személyes vallásom, hitem az biztos, hogy fontos számomra, de talán nem látom annyira szűken, mint ahogy fölnőttem. Én katolikusként nőttem föl, és amit viszont a szüleim mindig is mutattak, hogy volt egy bizonyos nyitottság mindenféle szempontból. Hozzáteszem, hogy két kétnyelvűen nőttem föl, tehát azáltal én két kultúrával nőttem föl, két nyelvvel, bizonyos nyitottság volt mindig a családba, és ezt valahogy a vallásokkal szemben is úgy látom, vagy úgy tartom. Tehát engem nagyon érdekel a téma, mert egyszerűen nagyon sok ember számára ez centrális, nagyon fontos. Sokan a vallásban találják meg a biztonságot, hogyha krízisbe vannak, akkor a vallás fontos támpontjuk. Igazából a, az életnek ezek a fontosabb eseményei azok össze vannak kötve valahogy a vallással, nálam is, az biztos. Annak ellenére külön választanám a munkámtól. A munkámba egyszerűen a vallás jelenség érdekel engem, a különböző vallások jelensége, és a másik az a személyes vallásom. Azt igyekszem külön választani, úgy, mint ahogy minden ember egy bizonyos pártot választ, de hogyha szerkesztő vagy, politikai szerkesztő, akkor külön kell választanod a, a két dolgot. Ezt igyekszem én is megtenni. Mennyire nehéz kihívásokkal teli? Gondolok arra, hogy a te hited, a te felfogásod, mondjuk, ahogy hogy nagyon nyitott tangondolkodó, és mondjuk Perintfal Viritához is ki fogunk lyukadni, mert ti dolgoztatok együtt, és mondjuk a szerkesztőség, meg mondjuk egy kicsit konzervatívabb vonalat képviselne, mondjuk ilyesmire gondoltál az előbb? A vallásokkal és etikával foglalkozunk, és az ORF ugye egy közérdekű rádió és tévé, és az azt jelenti, hogy nekünk a munkánkba az itteni, meg a világvallásokat szerepeltetni kell, de mindegyiket. Mi nem vagyunk senkinek se elkötelezve, se a katolikus egyháznak, se a muzulmánoknak, se a buddhistáknak, tehát nálunk minden szerepel. Persze, hogy Ausztria többnyire még katolikus ország, ha bár veszítik ők is a, a hívőket, van egyházi adó is, egyházi rádió, de a mi munkánk az minden vallásra tekintettel van. 21 éve ott dolgozott, hogy a szerkesztőségnek a gondolkodása fejlődött, változott, így hogy látod az elmúlt két, két évtizedet? Eleve két különböző területen dolgoztam. Már maga teljesen más, vagy vagy változtatást jelentett számomra, úgy egy jó 10-12 évvel ezelőtt, amikor átkerültem a szakszerkesztőségbe. De biztos, hogy változott a módja a tudósításnak. Tehát régen ugye volt ez a, a fogalom, hogy Kirchenfunk, az még sokkal inkább az volt, amire talán te gondoltál, amikor ezt a konzervatívabb vonalat említetted. Az biztos, hogy sokkal közelebb állt a, a katolikus egyházhoz ha a társadalom változását figyeljük, akkor talán azért is változott a tudósítás a vallásokról, mert egyszerűen teljesen más témákkal foglalkozunk ma, mert az egyszerűen megváltozott a többnyire katolikus országban egyre több más vallású ember van. Egyre több olyan ember van, aki abszolút nem vallásos vagy agnosztikusnak mondja magát. Ateista is, persze. Erre mind tekintettel kell lenni, de az is világnézet. Tehát, hogyha valaki ateista vagy agnosztikus, az is világnézet, és igazából az is a mi szerkesztőségünkbe tartozik, és igyekszünk azoknak is helyet adni. Eljutunk Perintfalvi Ritának a könyvéhez, ami tavalyi évben nagyon nagy porkavart, nagyon érzékeny területet érint. Elsőként foglalkoztatok német nyelvterületen ezzel a könyvvel. Hogy látod mondjuk 10 15 év hogy dolgoztátok volna fel, vagy feldolgozta volna a szerkesztőség, és mi a vélemény, személyes véleményed erről a könyvről? Egész biztos, hogy feldolgoztuk volna. Ugye most a, a, szexuális bántalmazásokról beszélünk a katökös Egyházban. Igazából Ausztriában 1995-ben kezdődött, amikor Grohe bíborost vádolták azzal, hogy hogy bántalmazott gyerekeket, vagy fiatalokat, akkor az nagy port kavadt föl, és igazából az első időben az egyház reakciója az volt, amit ismerünk most is, hogy hallgatott, eleinte el se akarta fogadni, ugye arról beszélt, hogy ez egy hadjárat a, a bíboros ellen, és akkor idővel egyre több ilyen eset jött föl, és hát be kellett látniuk, hogy ezzel valamit kell tenni, valamit föl kell dolgozni. És azt hiszem a legnagyobb, a német nyelvterületen a legnagyobb lökést adta Németországba egy jezsuita, Mertes atya, aki egy német gimnáziumba tárta fel a, az eseteket, és nagyon sok eset volt, és akkor indult el német nyelvterületen, az olyan 2010-ben volt, a komoly feldolgozása ezeknek az eseteknek. Tehát ez egyszerűen idő kérdése volt, vagy az időszak kérdése, és most igazából ott tartunk, hogy ez egy, egy állandó téma. Tehát újra és újra jönnek esetek, újra és újra jönnek vádok. Ugye most volt nemrég a Müncheni eseteknek dokumentálása, ahol Benedek pápát is azzal vádolták, hogy túl sokat hallgatott el, ez azt hiszem, ez minket, mint, mint vallás szerkesztőket továbbra is fog foglalkoztatni. És így került a Perintfalvirita könyve is hozzánk. Ugye Perintfal Virita Magyarországon kezdett el gyűjteni eseteket önkéntesen. Ebből írt egy könyvet az áldozatok egyetértésével, és én fölfigyeltem erre a könyvre, Persze azért is, mert tudok magyarul. Perinfalvirita Grácia Egyetemen tanít, úgyhogy már többször is volt kapcsolatunk vele munka témákban, egyszerűen különböző témákban. Én megkérdeztem a Ritát, hogy erről a könyvről mesélne -e nekünk is, és akkor a mi heti magazinunkban, Praxisnak hívják a magazinünket, ott kértem fel, hogy adjon egy interjút erről a könyvről, és számoljon be arról, hogy Magyarországon ezen a területen mi történt eddig. Így kerültünk kapcsolatba, és akkor mi voltunk igazából az első német ajkú médium, aki ritának a könyvét tudósította itt Ausztriában. És akkor ebből a azt hiszem a, a svájc, valamelyik svájci online lap is, meg Németországban is idézték a, az adásunkat. Volt visszhang, jelentkezett nálam is személyesen egy idősebb úr, aki teológus, és aki ritát ismerte, és fel akarta venni vele a kapcsolatot, mert ő maga az osztrák feldolgozásban neki volt szerepe és támogatni akarta a Ritát, vagy azt hiszem csak morálisan támogatni. Tehát lehet, hogy megbeszélték, hogy, hogy mit tud segíteni, de ő személyesen fölhívott engem. Rita könyve és ezek a, a többi ilyen könyvek, vagy beszámolók erről a témáról mindig nagyon nehezek, nehéz téma. De akkor is fontos egyszerűen, hogy, hogy mi szerkesztők ezeket fölkaroljuk, és így is támogatjuk a, a feltárásnak a folyamatát. Nem azért, hogy most valakit megbántsunk, mert gyakran ugye vannak olyan reakciók is, hogy az ember az egyháznak árt. Rita azt szokta mondani, hogy pont fordítva van, hogy ő segítene az egyházat megtisztítani ezektől az esetektől és ez egyszerűen jogilag és teljesen tiszta, hogy ezeknek utána kell járni, és továbbra is foglalkoztatni fog. Nagyon jó, hogy foglalkoztatok ezzel, és ennyire nyitottan álltok hozzá, és nincsek tabu témák. Említetted, hogy kettős nyelven nőttél fel, és az édesapádnak a történetem mert szerintem nem mentünk el, és most van is aktualitása, mert 56-os menekült volt. Hogy esetleg az édesapád mesélt, hogy neki milyen kihívás, milyen nehézségei voltak az átjutással, az itteni integrációval, és látsz az ő története és a mostai 2022-es orosz-ukrán háború menekültjeinek a története között párhuzamat? Nem tudom, hogy van-e párhuzam. Egy biztos, hogy édesapám mesélt a saját meneküléséről, és ő tényleg átjött a zöld határon. Azt gyakran elmesélte, az nagy trauma lehetett számára, tehát kitudakolták, hogy mikor, járhol, melyik katona, és amikor lehetett, akkor futottak a zöld mezőn. Azt ő gyakran elmesélte, és biztos nagyon dramatikus volt, és azt hiszem élete végéig ezt hordta magával. Neki aztán itt Ausztriában jó sorsa volt, szerencséje volt, mert volt egy távoli ismerőse, aki a, pont a, a szülő helyéről, édesapám borsodnádosti születésű volt, és valahogy ismertek valakit, és azt mondták neki, hogy ha kijutsz Ausztriába, akkor menj oda. És az egy nagyon kedves család volt, a Gró család, és fölkarolta édesapámat, és nagyon hálás volt nekik egészen élete végéig. A családba fölvették őt. Az ottani fiúnak a szobájába, tehát együtt aludtak a szobába, kvázi mint egy testvért befogadták. Elég hamar talált aztán munkát is, tehát itt Ausztriában jó, jól járt és jó sorsa volt. Talán annyit mondanék még hozzá, amit említettem, ez, hogy két kultúrával, két nyelven nőttem föl, amit édesapám mindig mondott, ő nagyon szerette Magyarországot, és lehet mondani, hogy, hogy kicsit olyan patriotikus hozzáállása volt, azért is tanultam meg szerintem magyarul, de ő mindig azt mondta, hogy Ausztria nekem második hazát adott, tehát Ausztria a második hazám. Ezáltal számomra azt mutatta, hogy az embernek lehet több hazája is, és több kultúrája, több nyelv, az mindig gazdagítja az embert. Annyiból van párhuzam a mostani helyzethez, hogy a menekülés az mindig egy nagy trauma. Emberek nem jönnek el önkéntesen valahonnan, hanem azért, mert vagy az életük veszélyben van, vagy nem tudnak megélni. Európai Unión belül gyakran mondják ezeket az úgynevezett gazdasági menekültnek, nevezik őket. De arra is gondolok, hogy mi Európában egy nagyon magas életszínvonalon élünk, és mindig meg kell gondolni, hogy minek az árán. Tehát, hogyha valakit hogy lenézően gazdasági menekültnek nevezünk, akkor gondoljunk egy picit arra is, hogy mi adja nekünk ezt a lehetőséget, hogy ilyen színvonalon élünk. Lehet, hogy azért, mert édesapám menekült volt, de én úgy látom, hogy az embernek joga van azért, ha veszélybe van, vagy ha nem tud úgy megélni, ahogy ha nincs elég, nincs elég ennivalója, akkor joga van máshol helyet keresni. De az a személyes véleményem. Édesapád mit mesélt, hogy mi volt az a pont, hogy akkor akár veszélyes módon a zöld határon átlép, hogy erről mesélt, hogy mik voltak azok a történések, állapotok, körülmények, amik oda vezettek, hogy végül emigrált? Azt elmesélte, mégpedig azt hiszem, az is egy nagyon traumatizáló élmény lehetett. Kitört a 56-os forradalom. Ő annak idején egy rokonnál élt, és a nagybátyja, nem hallott már napok óta a fiáról semmit. És akkor édesapám azt mesélte, hogy igazából elmentek Budapestre, és azt tényleg nagyon traumatizáló lehetett, mert a halottak között keresték azt az unokatestvért. Nem találták, és akkor hetekkel később jelentkezett Amerikából a szüleinél, hogy biztonságban vagyok. Sosem mondta édesapám, de én, én úgy éreztem, hogy ez volt az az esemény, amikor azt mondta, hogy innen el kell mennem, mert nem vagyok már biztos, senki nem biztos is úgy döntött. Hogy és onnan haza sem ment már, te vagy onnan még hazament, tehát így még mit tudsz, hogy napok teltek el, mikor döntött úgy, vagy tényleg onnan már Budapestről már ment tovább az osztrák-magyar határhoz? Azt úgy, úgy részletekben nem mondta el, de én azt hiszem, ott született meg az a döntése, hogy el kell mennie, és akkor azt hiszem, lehet, hogy napok teltek el, de onnan a szem már elment. Szerintem ez azért fontos, mert te az emberek mostani körülményekben, is itt, itt jön a párhuzam, hogy gyorsan, hirtelen történnek a dolgok, és valamikor tényleg csak egy pár cuccot, pár gyerekjátékot vesz az ember magához. Tegnap láttam egy fotót erről, tehát a román határon, hogy a román határőrök raktak ki gyermekjátékokat, plusz macikat, mi egymásokat, mert lehet egy család hip-hop összepakolt, és akkor menni kell. Párhuzamot, hogy összevonva hogy említette, hogy volt egy családbarát, aki, aki segítette édesapádat, és remélem a mostani ukrajnai magyarok, vagy ukrajnai ukrajnaiak, ukrajnai oroszok tök mindegy, mert bárki onnan eljöhet, talál segítséget, vagy próbál segítséget keresni, és azért, hogy látom, én a habban járok, hogy a Caritas is a maga módján, vagy más szerzetek segítenek, hogy ez szerintem fontos, hogy az embernek remélhetőleg vannak szociális kapcsolatai, ismerősei, barátai, hol mostani ukrajnai menekülteknek és akár Angliába, Magyarországon, lehet, hogy valaki Magyarországon marad, vagy lehet, hogy valaki meg majd vissza is akar menni, tehát rengetegféle történet van. Mert bizakodunk, hogy minél előbb ez a hülye háború, tehát nem tudok más szót találni rá, befejeződik. És ti a szerkesztőséggel is valamilyen szinten foglalkoztatok ezzel, hogy a szerkesztőséget mennyire érdekelte, hogy ezzel a témával foglalkozom valamilyen módon feldolgozza. A szerkesztőségünkben igenis érintett minket, vagy érint még minket. Az egyik az, amit most említettél, a karitász. Persze a karitász az egy egyházi szervezet, tehát hogyha menekültekről van szó, akkor a karitász segítsége az nálunk mindig téma. Megnéztük, hogy ők hogy segítenek az ittenieknek. Beszéltünk is egy fiatal karitász munkatársal, aki Ukrajnába volt még akkor, az két héttel ezelőtt volt, és elmondta, hogy, hogy ott hogy dolgoznak, mit, mit segítenek az embereken, és hogy rejtőznek, hogy igyekeznek még élelmiszert keríteni. Az az egyik aspektus, ami, ami minket érint, de a másik aspektus az igenis a vallásokat érinti, mivel ebbe a háborúba ugye az Oroszország moszkvai pátriárka elég egyértelmű pozíciót foglal. A háború mellett és Putyin mellett szólalt fel többször. A mi szerkesztőségünk ezeket a témákat karolja föl, mert ezek nem azok, amik ugye a mindennapi híradóban találnak helyet. A mindennapi híradóban az aktuális helyzetről hallunk, arról hallunk, hogy mik történtek, hol lőttek, mennyi ember halt meg, stb és mi ezeket a háttereket világítjuk meg, és azokat szeretjük megvilágítani, és ez például egy nagyon érdekes háttér. Ugye Ukrajnában már évek óta folyik ez az ortodox egyházon belüli viszály. Most már négy évvel ezelőtt, az 2018-ban vált függetlené az egyik egyház rész, Konstantinápolyi Pátriárka, Bártolomájosz az első, a függetlenségét ennek az ukrán egyháznak elfogadta, és ez is szerepet játszik ebbe a háborúba, tehát ez az ortodox egyházon belüli visszály. Ezek abszolút a mi szerkesztőségünkbe valók, és ezeket karoljuk föl, és próbálunk szakembereket keresni, akik ezt el tudják magyarázni, és el tudják mondani, hogy a háttérben mi folyik, mi fut. Te említetted, hogy lehet okokozat, meg összefüggés a vissza és a háború között, hogy ez számomra meglepetés volt, hogy ezt ki tudod fejteni, hogy milyen, milyen összefüggéseket találtatok eddig így a szerkesztőséggel? Volt nálunk, azt hiszem, múlt héten egy keleti egyház szak, szakértője, tehát egy vallásszociológus is, igazából azt hiszem nem teológus, hanem vallásszociológus nő, aki Innsbruckban tanít, és elmagyarázta, hogy milyen összefüggések vannak. Tehát, hogy az orosz ortodox egyház nagyon közeli viszonyban van a kormányjal, és hogy támogatja a háborút. Kiry Pátriárka többször is felszólalt ebben a háborúban. Vallásszociológus nő elmagyarázta, hogy ennek a történeti hát, terei hogy vannak. Mi a szerkesztőségben, Nálunk nem az a, nekünk nem az a feladatunk, hogy ezeket elmondjuk mi magunk, hanem hogy keressünk olyan szakértőt, aki ezt meg tudja világítani. Ezt igyekszünk a, a heti adásunkba különlegesen erre tekintettel lenni én is pont ugyanezt csinálom, tehát a orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan is, amennyire tudok, tájékozódok, de emiatt szólítottam meg Fóti Tamás is, aki tudom, hogy régebb óta több cikkben is foglalkozott Putyinnal, hogy ő hogy látja, és neki azért tágabb a tudása és az információ, amivel rendelkezik. És akkor itt a szerkesztőségnél marad, vagy legfontosabb témákat, amiket te kiemelnél az elmúlt időszakban, amikkel foglalkoztatok, amire mondjuk büszke vagy, meg tudsz nekünk említeni? Nem tudom, hogy büszke a, a helyes szó -e erre, de vannak bizonyos témák, amiket mindig igyekszünk az adásunkba beemelni, ha úgy mondhatnám. Nekünk főleg az a fontos, hogy ezeket a témákat, amik aktuálisak, hogy ezeket egy kicsit megvilágítjuk más perspektívából, tehát többféle perspektívából. Vannak etikai témák, mint például most volt nemrég, ez a transplantáció, amikor egy állatnak a szívét, Transzplantálták a Marylandbe volt, és felkértünk etikusokat, különböző vallásoknak az etikusait, hogy ehhez ők mit szólnak. Tehát a buddhista azt mondta, hogy igazából állatot nem szabad ölni, tehát a szívét sem szabad felhasználni. Van egy katolikus etikus, aki azt mondja szintén, hogy ha egészségesebben élnénk, akkor nem lenne szükséges állat szívre visszanyúlni egy evangélikus etikus például azt mondta, hogy hát igazából nincs nagy különbség a között, hogy most megölünk egy állatot arra, hogy megegyük, és hogy felhasználjuk a szívét. Tehát ezek mindig azok a kérdések, ahol igyekszünk többféle perspektívából megvilágítani, és egyszerűen megszólaltatni többféle embert. Talán olyan embereket is, akik máshol nem szólalhatnak meg. Az egyik téma, azt arról már beszéltünk ma, ugye az a, a szexuális visszaélések, vagy bántalmazások az egyházakon belül, az igazából egy téma, ami állandóan foglalkoztat, vagy újra és újra, és nagyon fontos, hogy, hogy arról tudósítsunk. Volt például az elmúlt években Ausztriában is téma a muzulmán asszonyoknak vagy nőknek a fejkendője, az többször foglalkoztatott, most jelenleg nem annyira nagy téma. Ami Ausztriában nagy téma volt, az az etika tanítása már több évtizede, 14 éves kortól a diák azt mondhatja, hogy ő nem jár már hittan órára. És sokáig arról beszélgettek, hogy azokkal, akik nem járnak hittan órára, mi legyen, mert igazából szabad órájuk volt. Bevezették azt, hogy bizonyos iskolákba kipróbálták azt, hogy azok, akik nem járnak hittanórára, kapnak etika tanítást közben. És az csak egy bizonyos számú iskolába volt, és nagyon jó tapasztalatokkal, és akkor elkezdődött a diszkuszió arról, hogy most ezt bevezessék -e mindenki számára. Közben bevezették ezt most mindenki számára, tehát mindenki, aki nem jár hittanra, az etika órára jár. Ez is egy olyan téma volt, amivel nagyon sokat foglalkoztunk. Nagy téma volt az az eutanázia, meg kellett változtatni a törvényt, mert ugye voltak fellebezések ellene. Ez is például egy etikai téma, amiben nagyon sokat szóltak hozzá a különböző egyházak, meg megvallások, akik itt Ausztriában vannak. Képviselve kidolgoztak egy, egy új törvényt, amivel most ez az eutanázia bizonyos esetekben lehetséges, vagy megkönnyebbítették. Én megcsináltam a Szent Jakab zarándokutat, és az ausztriai rész is, az egy gyönyörű. Te a zarándoklatoknak az aktualitását, a zarándoklat reneszánszát, mert tényleg az elmúlt 10-20 évben filmek, könyvek is születtek, hogy te hogy látod, hogy mennyire van létjogosultság, csak mennyire fontos a zarándoklat az embereknek? Azt figyeltem meg, hogy egyre kedveltebb, és hogy nagyon is lehet mondani, hogy visszatérnek, vagy igazából mindig is volt zarándoklat, de lehet, hogy most van egy ilyen kis hype, mondhatnánk, Nálunk is téma volt, és újra és újra vannak ugye azok az arándoklatok, amik rendszeresen történnek. Talán most a pandémia alatt kicsit kevesebb volt, de, de én is úgy látom, hogy ez, ez modern. Szóval szeretnek az emberek az arándoklatra menni, főleg ezekre a hosszú utakra. Vannak ezek a híresebbek, mint a Szent Jakab útja. De ugyanúgy Mária szerve is van a, itt Ausztrián belül az úgynevezett gyalogosoknak az arándoklata. Tehát ez kedvelt, és, és, én azt hiszem, hogy ez fontos. Szóval tapasztalatomból csak annyit tudok mondani, hogyha járok, hogyha megyek, valahogy fölfrissülök, egyszerűen fejemet is kiürésíti, és jól esik, hozzájön ugye az zarándoklatnál az ima, a meditálást, a szentmise vagy istentisztelet, tehát biztos, hogy ez sokat ad az embereknek, és, és sok erőt lelnek belőle. Kisebb zarándoklatokat már végeztem. Egy egyházi iskolába jártam, és akkor egyszer Máriacelbe elmentünk. Nem volt hosszú a gyalogút, de egy bizonyos pontig elvittek busszal minket, és akkor onnan gyalogoltunk A Spanyolországi Jakabúton még nem voltam, de biztos, hogy ez is egy opció, biztos, hogy, hogy érdekes. Lehet, hogy valamikor még jön az indítatás, meglátjuk. Csak visszatérve a munkára, hogy producer is vagy moderátor is, hogy a feladatkörök azok hogy találtak meg téged, mennyire sok ez a munka, amit végzel most a szerkesztőségben? Én azt szeretem benne, hogy különböző feladatok. Tehát van a szerkesztőség, főleg a szerda délutáni adásunk, ez az, amitről meséltem már, hogy ilyen háttérből próbáljuk meg világítani az aktuális témákat. Tehát mi szemi-aktuális magazinnak nevezzük magunkat. Ez egy ilyen jó félórás adás, szerdán délután, Praxis Religion und Gesellschaft ez, ez a címe. Az mondjuk a legaktuálisabb. És akkor vannak más feladataim, amik jól kiegészítik ezt. Vasárnap reggel van egy teljes órás műsorunk, az inkább ilyen spirituális műsor, és abban van egy bibliai magyarázat is mondhatnánk, igazából bibliai eszének hívjuk. Az egyik az, hogy a Bibliából egy részét lehet hallani, az az én feladatom, én olvasom azt a részt, és akkor felhívunk teológus nőket, teológusokat, hogy írjanak hozzá egy eszét, és akkor én vagyok a felelőse annak. Én együtt dolgozom, együtt működöm ezekkel a teológus nőkkel, teológusokkal, Föl is veszem az eszélyüket, tehát stúdióba megyünk el együtt, szövegeket átnézem, hogy a rádiónak megfelelő legyen, mert ők ugye a szakemberek, és én átnézem a rádiós részét úgymondván. Azon kívül riportokat is készítek persze még mindig, és plusz a kolléganőmmel együtt felváltva moderáljuk ezt a magazint. A sok rétűséget szeretem ebben a munkában. De ez rengeteg munka, és a produceri feladatok ebben még hogy fér bele? Tehát amiket itt felsorolta, az akár két-három pozíció, két-három embernek a munka is lehet. Emiatt furcsáltam, hogy ennyire sok, és ennyi mindennel kell, vagy ennyi mindennel szeretnél foglalkozni, hogy ezt így hogy tudod menedzselni, és a produceri feladatok hogy férnek még ebbe ide bele? Beleférnek. A producer munkámat az igazából a kolléganőmmel együtt végezzük, tehát mi vagyunk felelősek ezért a magazinért, a Praxis című magazinért. Most azt kell hozzámondanom, hogy a fő szerkesztőjénak, a magazinnak a kolléganőm, és én kvázi együtt működöm vele, de úgy születnek meg ezek az adások, hogy nagyon sokat kommunikálunk együtt, tehát vannak ötleteink, akkor azokat az ötleteket megbeszéljük, Figyeljük nagyon, hogy mi folyik a világban, tehát azért is az ukrán háborúnál rögtön gondolkoztunk azon, hogy hol lehet nekünk a kapcsolódó pontunk, ahova tudunk belekapcsolódni a mi műsorunkkal. Figyeljük az úgynevezett szociális médiákat is, tehát hogy mik a diszkusziók, mikről beszélnek az emberek, mi érdekli őket, azokból születnek aztán ötletek. Van olyan, hogy a szerkesztő nőink is jönnek, vagy szerkesztőink, hogy ez a téma lenne, érdekel -e titeket az adásotokra, készítsek valamit belőle, akkor úgy keletkezik egy, egy új sztori, de nagyon sokat kommunikálunk, nagyon sokat fontolgatjuk a témákat, megbeszéljük, és így születnek a témáink. Igazából ez a producernek a, a feladata ez a gyártási folyamat, és akkor beszéljünk konkrétan a csapatról, hogy a csapat hogyan épül fel, hány tagból áll, mennyire nehéz egyben tartani, irányítani ezt a csapatot. Az egész szerkesztőségnek, tehát a vallás és etika szerkesztőségének körülbelül, hát egy kicsit több mint 30 munkatársa van. Azt ugye a főnöknünk menedzseli, a főnöknünk Bárbara Kren, aki két évvel ezelőtt vette át ezt az egész csapatot, mert előtte ugye külön voltunk rádió, külön tévé, külön online, és két évvel ezelőtt a vallások és etika szerkesztőségét egybe vonták. Tehát egy úgynevezett multimediális szerkesztőség vagyunk most, az első az ORF-en belül. Hát, hogy azt mennyire nehéz vagy könnyű menedzselni, azt a főnök nem kéne megkérdezni, biztos, hogy van elég munkája. Alatta vagyunk a mi kis szerkesztőségünk erre a, a egy adásra, úgy működik, hogy mi vagyunk két fixpont, tehát a kolléganőm Alexandra Mantler meg én, mi vagyunk a fixpontok, többi szerkesztőink, riportereink bedolgoznak nekünk. A tím az nagyon jó, tehát a tím munka az, az működik, és biztos, hogy az egyes tagoktól függ, hogy ennyire jól működünk együtt. Fiatal szerkesztőink is vannak, szerkesztő nőink is főleg, van most egy fiatal ember is, aki bedolgozik, én nagyon szeretek együtt dolgozni velük, mert nagyon ambicionáltak, nagyon sok ötleteik vannak, nagyon igyekeznek, és akarnak tanulni, és akarnak munkát végezni. És ez a legjobb kiinduló pont. Ilyen szempontból nagyon jól működik. Itt, amit felvázoltam, biztos minden happy, meg minden nagyon jó, de biztos vannak stressz, van határidő. Tehát nézzük a másik oldalt is, hogy mik a nehézségei ennek a munkának, a munkakörödnek. Időre kell készíteni az adást, tehát van olyan, hogy föl kell hívnom, vagy ugye most általában home office-ba vagyunk, nem ülünk egy, egy irodába, tehát akkor fölhívom a szerkesztőt, vagy De mikor jön a szöveg, vagy a kész Tehát az biztos, hogy néha stressz jelent. Át kell nézni a szövegeket mi vagyunk a főszerkesztők, mi vagyunk felelősek, tehát minden kolléga elküldi előtte a szöveget, átnézzük, megnézzük, hogy ha van valami kérdés, vagy megmondjuk neki te ezt, ezt még egy kicsit fejtsd ki, mert ez még nem annyira világos, vagy ezt inkább tedd félre, vagy hogy hagyd ki az, az adásból, mert nem annyira érdekes, tehát ezek biztos, hogy ez sok munka. Most a pandémiában az volt a nehézség, hogy nagyon sokat kellett otthonról dolgoznunk, tehát ami persze a, a hangminőség miatt nem olyan könnyű, mert sokat skypoltunk, vagy, vagy zoomon készítettünk interjúkat, vagy akár handyről felvételeket küldtek nekünk, tehát saját magukat vették föl az interjúpartnerek, telefonáltunk, és mellette futott a mobilja, és fölvette a saját hangját. Tehát ilyen szempontból ez nem olyan könnyű, tehát ott van a stúdióban a hangmérnök, és az még filterezik. Ezek biztos, hogy egy kicsit nehezebbek. De a pandémia után ezek már újra megkönnyebbülnek, vagy, vagy könnyebb lesz ezeken dolgozni. Persze vannak néha olyan témák, amikre azt mondjuk, hogy te komolyan, ez most tényleg nem annyira, akkor meg kell beszélni a szerkesztővel, akkor az általában egy kicsit talán csalódás neki, hogy nem érdekel a téma, akkor megpróbáljuk kifejteni, vagy, vagy, vagy kidolgozni, hogy hát hogy lehet érdekesebbé tenni, vagy mit lehetne helyette. Ezeket mondanám nehézségeknek. A social médiát említetted, de amúgy a social médiát felügyelni, vagy monitorozni, nézni, hogy mik az aktuális, az, is elég nehéz lehet, hogy te most jelenleg hogy az orosz-ukrán háború miatt, és a TikTokot, és a rengeteg felületet elővesznek, hogy mennyire jó, mennyire nem jó, hogy a social médiának a létjogosultságát, szerepét, fontosságát, te hogy látod? Én azt hiszem, ez egyszerűen van, és dolgozni kell vele kell találni egy utat, hogy bánunk vele. Nem akarom se isteníteni, sem a pokolba küldeni. Ez egyszerűen van. Régen nem volt komputer, régen nem volt telefon, tehát ezek ilyen technikai újdonságok, amikkel élnünk kell. Én úgy látom. És meg kell találni egy olyan utat, ahogy a legjobban bánunk vele. Itt a komputert említetted, és ebbe beugrik, hogy pár nap ezelőtt kimentem a Neudörfler Révával az adás, és ő mondta, hogy Amióta, hogy dolgozik, neki mekkora evolúciós előrelépés volt, hogy van már laptop, okos telefonistás, hogy te is már régóta a média szektorban dolgozol, hogy van olyan lépés, van olyan történés, eszköz, bármi, ami úgy nagyon megkönnyítette, vagy akár meg is nehezítette az életedet, a munkádat? Az segített rengeteget, hogy minden laptopon megvan a vágó programom. Én egy egész adást el tudok készíteni a saját laptopomon. Az nagy könnyebítés. Másrészt hozzá kell tenni, hogy ugye, amit említettem előbb is, hogy a hangminősége az persze a stúdióban a legjobb. Van jó oldala, van rossz oldala, de biztos, hogy a munkámat nagyon megkönnyebbíti, mert otthon tudok meghallgatni mindent. A pandémiában nem volt gond, megvártam, hogy megkapom a laptopomat, és otthon tudtam dolgozni. Internet kell hozzá, az az egyetlen. Ami lehet, hogy nem mindenütt ugyanolyan jól működik. 10-15 évvel ezelőtt a tévénél dolgoztam, és emlékszem, hogy még voltak ilyen nagy kazettáink és azokat eleve cipelni nehezebb volt, kamerák is nagyobbak voltak a nagy kazetták miatt, most már egy ilyen kis csíp elég. Megkönnyebítette a kamerásoknak a munkáját, meg nekünk is. A rádióban még nagyon régen voltak ezek a nagy gépek, ahol késsel vágtad a szalagokat. Édesapámnak volt még otthon egy ilyenje, onnan is ismertem, mert ő ilyen kicsit ilyen technikus mániás volt, tehát ilyen dolgot gyűjtött. Az biztos, hogy nehéz volt, és ilyen szempontból sokkal könnyebb, mert most két klikkel elintézed az egészet, és kivágod az et, vagy a köhögést, vagy akármit, vagy a hibát, ha valaki félrebeszélt. Sokat vágok, de klasszikus vágás, amikor tényleg fizikálisan, manuálisan kellett vágni, ez annyira, annyira más világ volt. Záró kérdéskörnek, hogy várnál valami technikai fejlődés, ami talán még könnyebbé tenni a munkádat? Mennyire nehéz a mostani munkakörötök? Mit vársz a jövőtől a munkakörödben? Most, ami a praktikus munkámat illeti, én nagyon örülök annak, hogy legalább a pandémiában is, és továbbra is fogunk stúdióba járni, teljes adásokat készíteni, mert egyszerűen teljesen más, hogyha ott ül a hangmérnök, és neked semmi mással nem kell foglalkoznod, mint a szövegedet mondani, és a kész riportokat hozni, kész szerkesztett munkákat, és a hangmérnök rakja össze és a minőség egyszerűen jó lesz. Én remélem, hogy ezek azért megmaradnak, mert meg kell mondani, hogy azért van egy bizonyos tendencia, hogy embereken spórolunk, és a munkahely szempontjából sem jó, mert sokan ugye elveszíthetnék a munkájukat, de egyszerűen én a munkámat egy team munkának látom. Tehát vannak a szerkesztőim, akik hozzák a riportjaikat, van a kolléganőm, akivel megbeszéljük az egész adásnak az összetételét, a koncepciót. Van a hangmérnök, aki segít, hogy technikailag perfekt legyen minden, vagy nagyon jó legyen minden. Tehát igazából a team munka az, az, nagyon fontos, és én azt hiszem, hogy team munka nélkül nem fog továbbra sem menni. Ez remek zárszó volt. Nagyon átérzem, amit mondasz, mert én egy személyes csapat vagyok, tehát egy itt a hangmérnöki feladatoktól kezdve mindent ellátok, de amit mondta, hogy én is próbálom optimalizálni és stúdióba felvenni az adásokat, mert teljesen más és az ének a mostani körülmények, hogy megengedik, hogy találkozzunk, begyere ide, de online kelljen forgatni, és nagyon más az egésznek az atmoszférája, a hangulata. Kívánom, hogy a csapatmunka az erősödjön, és hogy minél több izgalmas munkával tudjatok foglalkozni, és várjuk az újabbnál újabb izgalmas témáitokat is. Köszönöm szépen, hogy be tudtál fáradni a stúdióba. Vigyázz magadra, és jó kívánok! Én köszönöm a meghívást, és köszönöm ezt az új perspektívát, mert másképp úgy van, hogy én ülök ott, ahol te ott illa, és én teszem fel a kérdéseket. Ez egy új tapasztalat volt. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Kedves hallgatóink, ha még nem tettétek meg, iratkozatok fel a csatornára. Ha van véleményetek, hozzászólásatok, ne fogjátok vissza magatokat ott a komment szekció. Kíváncsian fogom olvasni, hogy miket fogtok írni, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!